Csatorna rekonstrukció zajlanak a munkálatok Nyírszőlős határában. Teltház, a dolgozók és a vendégek is várták a Hotel Pangea újranyitását. Gyakori fertőtlenítés, új szabályok szerint fogadják a vendégeket az edzőtermekben. Híradó a Nyíregyházi televízióban köszöntöm Önöket. Véget ért az óvodai bölcsődei rendkívüli szünet. Az intézmények újra nyitásáról szóló kormányrendelet szerint 2020. május 25-től az óvodák és bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek Nyíregyházán is. A gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve bölcsődei ellátásban további feltételek előírása nélkül fogadják, fenntartótól függetlenül az intézmények. Dr. Kovács Ferenc polgármester úr köszönetét fejezi ki valamennyi bölcsőde óvoda fenntartójának az intézmények együttműködéséért, a dolgozók munkájáért, akik a rendkívüli helyzetben segítették az önkormányzat tevékenységét, a gyermekek ellátásában és a családok segítésében közreműködtek. Mindemellett arra kéri az intézményeket, hogy a nyitást követően is fokozottan ügyeljenek a higiénés szabályok betartására, valamint a reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor a tumultus elkerülésére. Május 30-án nyit a tófürdő, egy héttel később, június 6-án pedig a parkfürdő is. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT folyamatosan végzi a nyitáshoz szükséges alapfeltételek megteremtését, így segítve elő a biztonságos fürdő használatot. Az átmeneti szabályok értelmében az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy az eredeti befogadó képesség minden fürdőben csökken, így egyidejű létszámkorlátozás mellett lesz lehetőség a vendégek fogadására, mind a parkos részeken, mind a medencékben. A tófürdőn a termál és a gyermek medence, illetve a tófürdésre kijelölt területe és a csúszda is használható lesz. A parkfürdőben valamennyi vízforgatásos rendszerű medence működik majd a csúszdákkal együtt. A gyógyvizes medencék esetében új fertőtlenítőszert szeretne használni a társaság, amennyiben megkapják erre az engedélyeket, azok is üzemelnek majd. Viszont továbbra sem nyit meg az Aquarius élményfürdő, az Aquarius fürdőgyógyászat, a Hotel Fürdőház wellness részlege, valamint a Júlia fürdő. Javában készül a Nyulastói csatorna rekonstrukciója, mely a részre egy nyertes, 100%-os visszanemtérítendő támogatásból megvalósuló önkormányzati pályázatnak. A Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán című projekt célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer továbbfejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a belterületek belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése egy városi stratégia részeként. A Nyírszőlős határában zajló munkálatokat dr. Kovács Ferenc polgármester és Jászai Menyhét alpolgármester személyesen ellenőrizték. Megpróbáltunk olyan beavatkozásokat tenni, ugye, hogy a kiszállítási emberek, stb. Bevetettünk több kiszállítógépjárműt, tehát hogy jelentős fennakadás nem volt. Bodnár Csaba tájékoztatja a helyszínen dr. Kovács Ferenc polgármestert és Jászai Menyhét alpolgármestert a pandémiás időszak munkavégzéséről, nehézségeiről. A kivitelező Kevész 21 ZRT építés vezetője szerint jól haladnak a Nyulastói csatorna rekonstrukciós munkálatai, melynek részeként jelenleg földmunkák és az ágyazat építése zajlik. A cél, hogy a nyírszőrösi városrész befogadója megoldódjon. Ez eddig is egy meglévő csatorna volt, azonban mederkorrekciókat kap, szélesítést, illetve új meder szakaszok is épülnek. Emellett zárt csatorna is épül a Szegély utca és a Vescsik-Vilmos út sarkán. Igazából az lesz a befogadási, tehát a vízgyűjtőnek a befogadó pontja. A beruházás méreteit jelzi, hogy 1270 méter előre gyártott vasbetonelemmel végeznek burkolást, illetve patka és rézsű burkolás is történik 6700 négyzetméteres felületen. Bár kevéssé látványos, mert nincs szem előtt és részben a föld alá kerülnek az elemek, a nyírszőlősi településrész szempontjából kiemelten fontos. Jászai Menyhért alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője szerint a most készülő beruházás megteremti a későbbi fejlesztésekkel együtt a lehetőségét annak, hogy egy jelentős rész mentesüljön a bel- és csapadékvíz problémák alól. Nyírszőlőnek is van több olyan neurológikus pontja, ahol komoly problémákat okoz mind a csapadékvíz, mind a belvíz problémák,
Ilyen a Szegi utca, Nyírszülősi utca, Vessikimos utca kereszteződése, konkrétan a Szegi utca, áldatlan állapotok vannak, és mindez azért, mert egyszerűen nem volt hova vezetni a vizet. Ehhez először meg kell építeni a Nyulasúri csatornát, hogy Nyírszőlősnek a déli csücske, hangsúlyozottan Szegi utca, Vessikimos utca, Nyírszőlősi utca egyáltalán potenciálisan ráköthető legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy lépés. Sajnos a lakosok számára ez most egy kevésbé látható, látványos, majd akkor, hogyha meg tudjuk oldani és rákötjük a Szegi utcai csapadék elvezetést, akkor lesz a rátéve az íre a pont számunkra. Ezek a képek közel egy évtizeddel ezelőtt készültek. Nem sokkal később, mikor dr. Kovács Ferenc polgármester hivatalába lépett. 2010 és 11 fordulóján jelentős belvíz sújtotta Nyíregyháza több tucat utcáját, amit akkor szivattyúzással lehetett megoldani. Ám azonnal hozzákezdtek egy egész várost átfogó belvíz koncepció kidolgozásához. Az a lényege, hogy a biztonságunk legyen meg, a kárt előzzük meg, ezt a veszélyeztetettséget, amit egyrészt a város adottsága, másrészt az elmúlt évtizedek elmaradt fejlesztései hoztak, ezt szüntessük, vagy minimalizáljuk. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, a koncepció mentén több milliárd forintot fordítottak már eddig is kivitelezésre. A Tüzér utca, a Szántó Kovács János utca, a Tünde utca csak néhány eleme a fejlesztés sorozatnak, és a látványosabbak közül a Bújtosi Városliget. Több ponton sikerült már a legveszélyeztetettebb helyeken az infrastruktúrát megépíteni, ezzel sem lesz teljes körű, de azért már sokkal nyugodtabb vagyok, mint mondjuk 8 évvel ezelőtt. Szeretnénk ezt a munkát is folytatni, úgyhogy teljes körűvé tegyük a városnak a belvíz csatorna rendszerét, az infrastruktúráját, aznak érdekében, hogy a környezetünket megóvjuk. A most zajló projekt is összességében mintegy 750 millió forintos beruházás, melynek része az Igrice főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése, a Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése, az Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között 2020 januárjára elkészült, csak úgy, mint a Kökény utca 75 szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, és a Kökény utca 115 környéki ingatlanok, a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése. A Nyulastói csatorna rekonstrukciójának várható befejezése 2020. augusztusa. Március 16-án bezárt az állatpark és mindhárom szállodája a nehéz két hónap után. Nagy az öröm nem csak a dolgozók, hanem a látogatók körében is, hogy újra működik Magyarország leglátogatottabb vidéki attrakciója. Másodszor járunk Nyíregyházán, de itt a hotelben először, illetve az állatkertben most először leszünk itt a kisfiunkkal. A második szülinapját jöttünk megünnepelni. Ha a vendégek mostanában érvényesítik korábbi foglalásaikat, vagy a nyitás hírére kértek szobát, és igyekeznek felhőtlenül tölteni napjaikat. Két hete a veszélyhelyzet enyhülése után kapott engedélyt a Nyíregyházi Állatpark, hogy látogatókat fogadhasson. Az első hétvégén már 5000 vendég érkezett. Az elmúlt két évtizedben soha nem volt zárva a Nyíregyházi Állatpark, és amikor nyitva volt, akkor nem volt soha olyan nap, hogy egy-két vendég legalább ne jöjjön be hozzánk, úgyhogy furcsa volt, és most nagyon boldogok vagyunk. Az online akciónk nagyon jól sikerült, amikor elővételbe kedvezményes jegyet lehetett váltani. Több mint 20 000 vendégünk van, aki elővételbe megvette a jegyet, hogy valamikor a következő egy évben bejön hozzánk, és amikor kinyitottunk, akkor még ugyan kevesebben, de most már egy hét után egyre többen jönnek, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezen a hétvégén jó idő lenne, mert akkor több ezer ember megkeres minket. Május 15-én a Hotel Pangea is megnyitott. Igaz, hogy akkor még csak 15 szobába érkeztek vendégek, de ezen a hétvégén már telt ház várható. A turisztikai ügynökség ajánlását figyelembe véve mi is betartatjuk azokat az előírásokat, amiket ez a szekció vagy ez a szektor most igényel. Tartjuk a távolságot, az asztalokat széllyel pusztuk. Nyilván a vendéglátás igényli a legnagyobb kihívást jelenleg, ugyanis mi is svédasztalos étkeztetést adunk a vendégeinknek.
A felszolgálóink kiszolgálják a vendégeket, megkérdezik, hogy segíthetnek-e bármiben. Sóborszórókat nem helyezzük ki az asztalokra, egyesével becsomagoljuk az evőeszközöket, tehát megpróbáljuk a lehető legkisebbre szűkíteni annak az esélyt, hogy bárki más hozzáérjen az eszközökhöz. Természetesen a közösségi tereket folyamatosan fertőtlenítjük, gyakrabban fertőtlenítjük, a lifteket is előírásban szerepel, hogy napi háromszor minimum ez történjen meg, a nyomógombok, bármi, amihez a vendégek hozzáérhetnek. Bátrak? Vagy félnek az emberek? Szerintem nagyon szerettek volna már kimozdulni, bátrak, igen, de fegyelmezettek, tehát nincs probléma. A Hotel Pangában betartják a biztonsági távolságot, egyben nyitották a mobilteleket, és meghatározott rendszerint több turnusban étkeznek a vendégek. Mostantól tehát szabad az öröm a Hotel Pangában. A Dzsungel és az Ózon Hotel is várja a foglalásokat, majd pünköstkor fogadja első vendégeit, akik nyilván nagyon várják már, hogy a hosszú szünet után ismét élményekben legyen részük. A csoportos erőnléti foglalkozásokat korlátozott számban tartják, a kardiógépek esetében csak minden második használható, és folyamatosan fertőtlenítés, takarítás, így várják a vendégeket a legtöbb nyíregyházi konditeremben. A város egyik legnagyobb konditerme március 18-án zárt be, és hetekig nem üzemelt, de május 4-e óta ismét fogadja a sportolni vágyókat. Azóta többféle módszerrel is védekeznek a vírus ellen. Ez egy 3500 négyzetméteres terem. Mondjuk, ha ilyen januártól induló hónapokat nézek, akkor van olyan, amikor a vendégszám az 1200-at is eléri. Tehát ez, mi sok csoportos órát is tartunk. Tehát nem csak a konditermi rész, hanem rengeteg funkciónk van. Squash, wellness, 4 darab csoportos óra megtartására alkalmas terem. Tehát bőven van lehetőség arra, hogy hová tudnak ide az emberek jönni sportolni. És így van, amikor az 1200 belépést is eléri a napi látogatottság. Március 17-én már nagyon nagy gondolkodóba voltunk, és óránként néztem az eseményeket, hogyan reagálnak a többi termek, hogyan reagál az ország erre a hírre. Aztán egyre nőtt a nyomás, és akkor éjszakára már úgy megnőtt a nyomás, hogy ki is írtuk a Facebookra, hogy március 18-ától zárva vagyunk, határozatlan ideig. Féltem attól, hogy valóban ez egy olyan dolog, amivel még az életünk során nem találkoztunk, és valahogy hozzá szerettem volna járulni én is ahhoz, hogy ezt megállítsuk, ezt a dolgot. Az elején, amikor még csak 3-4 napja zárogattak be, és még nem volt törvényszinten előírva, hogy be kell zárnia a termeknek, akkor nagyon odafigyeltünk a fertőtlenítésre, javasoltuk azt, hogy használat előtt és után is mindenki fertőtlenítse a gépeket. Kitisztítattuk rögtön az összes légkeverő berendezést, és inkább nem a belső keringtetést, hanem külső levegőpótlást használtuk. Tehát nagyjából ezekre a dolgokra figyeltünk oda. Folyamatosan tartottunk online órákat. Arra biztattuk az embereket, hogy a sportot ne hagyják abba az immunrendszerük erősítése miatt sem, illetve a lelki épségük megőrzése érdekében. Közben meg annyi megkeresés volt Facebook oldalon, hogy mikor nyitottuk, és akkor próbáltuk az emberekbe a lelket tartani, hogy nyugi, kitartás már nem sokára, és mi is nagyon várjuk. Tehát biztattuk őket arra, hogy türelemmel legyenek, és minél hamarabb várjuk őket vissza szeretettel. Május 4-én nyitottunk ki. Itt a konditeremben nem korlátoztuk a vendégszámot, mivel ez egy nagyon nagy terület. Itt a fertőtlenítésre, légkeverő tisztításra figyeltünk oda, és az, hogy a kardió részen ne álljanak egymás mellé az emberek, hanem minden második gépet kiiktattuk, és akkor kimarad egy-egy gép a használók között. Csoportos óra termekben ott csináltunk létszámkorlátozást, kb. Egy termünk olyan 150 négyzetméter, ami azt jelenti, hogy maximum 12 főt engedünk be a korábbi mondjuk 26 és 30 helyett. A spinning teremben szintén van 30 biciklink, ott pedig szintén 12 fő az, ami maximálisan órát látogathat. Akik ilyen nagyon sport szeretettel megáldottak, ők már 6 előtt 10 perccel itt voltak nyitás előtt, hosszú sor állt,
de ahogy megnéztem így a napi látogatottak létszámát, így szépen eloszlattak az emberek, és úgy kávé mondhatom azt, hogy olyan a mostani látogatottságunk a 60%-a annak, ami tavalyi évben ilyenkor volt. Tehát 40%-nyi ember fél és otthon marad, másképpen sportol, de egy olyan 60% az, aki tartja a megszokott rendet. Ez egy ilyen kérdéses volt a maszk, hogy maszkban kell-e edzeniük. Mi se tudtuk először erre a választ, aztán mivel a józan eszet használva nem lehet maszkban edzeni, tehát azt nem tettük kötelezővé, viszont a kézmosás két fertőtlenítést igen, tehát a bejáratnál is le vannak rakva a fertőtlenítő pumpák, és akkor használják az emberek. Takarítás szempontjából 20 percenként kell a kilincseket fertőtleníteni, az összeset, a pultosoknak is külön, ahol pénzt használnak főleg, a pultrészt azokon, ahol az emberek megfordulhatnak gyakrabban, illetve a teremedző munkatársaimnak a gépek fogantyúit, az ülőfelületeket, tehát azt is ilyen 10 percenként körülbelül. Több állatcsalád kifutójában is bővült a létszám a Nyíregyházi Állatparkban. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. A császárfák száraz gajait vágták le emelőkosárból péntek reggel a belvárosban a posta előtt. Forgalomkorlátozás mellett koronakialakítást végeztek a szakemberek. A város több pontján is hasonló munkálatokat végeznek majd a következő héten. Kisebb forgalomkorlátozásra kell majd számítani, ami érinti a gyalogos forgalmat is. A Pacsirta utcán is hasonló munkálatokat végzett a Nyírvévé pénteken. Felújítási munkálatok miatt a gyalogos és az autóforgalom is korlátozott a Derkovics utca páros oldalán, a 2-es számtól a 14-es számig. A munkálatok idején fokozott figyelemmel közlekedjenek az arra haladók, a gyalogosok csak a szemközti oldalon haladhatnak, az autósok pedig sebességkorlátozással és leszűkített forgalmi sávval számoljanak. Nyírtúra belterületén a 4-es számú főútvonalon 30 km/h forgalom korlátozással közlekedhetnek a Nagykanyarban egy megsüllyedt csatorna fedlap miatt. Váltakozó irányban halad a forgalom a munkálatok idején. A csatorna így nagyon baleset veszélyessé vált, ezért kellett szintbe helyezni. A korlátozások előreláthatólag jövő hét szerdáig lesznek érvényben ezen a szakaszon. Úgynevezett rázó utat, vagyis zúzott köves utat építettek a Rádi József út végén a Makai utcán. Lakópihenő övezethez vezet ez az út, ennek köszönhetően nagyobb biztonsággal haladhatnak majd az említett 50 méteres szakaszon. A közelben művelés alatt álló területek vannak. Esős időben az zúzott köves útnak köszönhetően elkerülhető a sárfelhordás. Több állatcsalád kifutójában is bővült a létszám a tavaszi időszakban a Nyíregyházi Állatparkban. Az elmúlt hetekben nagy marák és egy európai bölény borjú is született. 5 apróság született, és most is lehet látni, hogy az egyik anyatejjel táplálkozik. Ez nagyon ritka, hogy ennél a fajnál ez 13 hetes korig így marad. Idén 5 nagy mara is született a Nyíregyházi Állatparkban. Folyamatosan érkeznek a park legújabb lakói, az elmúlt hetekben is több kis jövevény látott napvilágot. Többek között a pampanyulak, vagy más néven a nagymarák is. Bár ezek az állatok a tengeri malacfélék családjába tartoznak, a megjelenésük mégis olyan, mintha egy nyulat kereszteztek volna egy őzzel. A Nyíregyházi Állatparkban élő 3 tenyészpár közül most mindháromnak utódai születtek májusban. A kölykök felnevelése idején az addig csak 2-esben élő párok, a többi párral átmeneti kolóniát alkotnak, közösen vigyáznak az 5 utódra. A párzási időszak nagyon rövid ideig tart, fél évente 1-2 órát ivarzik a nőstény, ezt pedig a hím nem szeretné elszalasztani, ezért állandóan választottja mellette áll. A kicsik 3 hónapnyi vemhesség után jöttek világra, és igazából a születés után másfél órával már csatlakoznak a csapathoz is. Ők anyatejjel táplálkoznak, és a rácsálótól eltérően egészen 13 hetes korukig anyatejet is fogyasztanak, mellette pedig a szálas takarmányt is elkezdik majd szemezgetni. Jelenleg 5 főt számlál az európai bölény csapatunk, és nagyon könnyen meg lehet különböztetni a papát, mert neki sokkal vastagabb a szarva. Már az európai bölény borjút mutatja be a park osztályvezetője. Révészné Petró Zsuzsa elmondta, a jelenleg 1 hetes bikaborjú születése után másfél órával már felállt és biztos léptekkel csatlakozott, a vele együtt így 5 főt számláló európai bölénycsordához. A picinek nem igazán mondható bölényborjú egészséges, az ideje nagy részét futkározással és táplálkozással tölti.
Ez a nagyon különleges fa is az állatparkoknak köszönheti, hogy megmenekült a kihalástól. Egy különleges, ikonikus fajról van szó. Annak idején még Magyarországon is Mátyás korában előfordult a bölényvadászat, ám 1790-ben Magyarországon és 1919-ben az egész világon kipusztult ez a faj, de csak a természetben. 1923-ban az Európai Bölényvédelmi Társaság az állatkertben lévő egyedeket elkezdte összegyűjteni és szaporítani, és ezekből a szaporulatokból őket visszahelyezték a természetbe. Tehát egy olyan fajról van szó, aki nem lenne, ha nem lennének állatkertek. Manapság mintegy 1000 példánya él szabadon. Az állatparkokban jelenleg is a tenyészprogram keretében tartják a bölényeket. Jelenleg 178 bika és 290 tehén él a világon az állatkerti törzskönyvi program keretein belül. Az állatkertek nem csak megmentették Európa legnagyobb testű szárazföldi emlősét a kipusztulástól, hanem esélyt adtak a szabadon élésre is. A következő szezonban is Nyíregyházán röplabdázik Inek Varga Eliza, a 21 éves feladó átló is meghosszabbította szerződését a Fátum Nyíregyháza csapatánál. Ezzel biztosnak látszik, hogy az idén a csonka szezonban kupa ezüstérmet szerzett gárda magyar magja együtt marad. Az már korábban kiderült, hogy a Tóth testvérek mellett Pintér Andrea és Nyíregyházát választotta a következő szezonra. A héten a Fátum Nyíregyházánál bejelentették, hogy Innech Varga Eliza is a csapat tagja marad. S bár voltak máshonnan kérői, szerinte nem volt nehéz a választás. Nem volt egy úgymond nehéz döntés, meg nem is kellett sokat gondolkodni rajta, hiszen egy olyan klubról beszélünk, ami tényleg egy komoly és profi klub, és hogyha kemény munkáról és csapatmunkáról és tényleg összefogásról beszélünk, akkor az itt mindegy van. Ami a közelmúltat illeti, Eliza rossz érzéssel gondol vissza a csonka szezonra. Jobban szerették volna befejezni, például a bajnokság megnyerésével, de idő előtt vége lett. Ám a rossz érzést inkább a következő szezonra szeretné felhasználni motivációként. Egyelőre azonban csak mentálisan dolgozhat a jövőn. A veszélyhelyzet elején hiába szeretett volna hazamenni a családjához Romániába, Nagyváradra, nem tudott a határzár miatt. Ezért Londonba ment a barátjához, és onnan hazatérve még május 29-ig hivatalosan házi karanténban van. Természetesen nem fejeztem be az edzéseket ott is. A park mellettünk levő parkban jártam le futni és edzeni, illetve otthon is edzettem. Neki most az ő segítségben szerencsére volt egy jó edzésterem, mert ő meg személyedző. Hogy mit mond róla egy másik, mégpedig a vezető edző? Németh Szabolcs szerint nem volt kérdés, hogy szeretnék őt jövőre is a csapatban látni, hiszen igazi húzó emberré vált. Eliza évek óta folyamatos fejlődést mutat. Tavalyi évben is, amikor megérkeztem a csapathoz, akkor is volt egy szint, amit képviselt év elején, és év végén azért már bebizonyította azt akár egy kupadöntőn, hogy lehet vele számolni, mert nagyon-nagyon jó szintet hozott, és így ezáltal nem is volt kérdés sem a szakmai stáb, sem a vezetőség részéről, hogy Elizát megpróbáljuk megtartani. Ugye nem titok az, hogy voltak kérői, ez egy picit ugye mondhatni nehezítette is a dolgokat, mert így más csapatokkal kellett versengeni, de ahogy akkor ezek szerint Eliza is elmondta, neki is egyértelmű volt az, hogy itt a fejlődése, meg itt a lehetőségek is adottak ahhoz, hogy tovább fejlődjön. Ami a teljes gárdát illeti, a tavalyi szezont alkotó magyar magot javarészt sikerült megtartani, Szabó Lili kivételével. A hat játékoshoz próbálnak minőségi külföldi játékosokat igazolni, olyanokat, akik a csapat egységébe is illenek, ám az erősítések részleteiről később adnak hírt. Ami biztos, májusban volt már 2 hétnyi közös mozgásuk, s a már leszerződött sportolókkal júniusban kezdik a közös tréningeket. És most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Készül a nyulastói csatorna rekonstrukciója Nyírszőlős határában, mely a része egy nyerte 100%-os visszanemtérítendő támogatásból megvalósuló önkormányzati pályázatnak, és a belvíz problémák megoldása felé teszünk vele újabb lépést. Május 15-én megnyitott a Hotel Pangea, a második héten pedig már is teltház várható a szállodában. Nem csak a dolgozók, a vendégek is örülnek a nyíregyházi állatpark nyitásának. Csoportos órákat csak korlátozott számban tartanak, minden második gépet használhatják a vendégek és gyakori a fertőtlenítés. A legtöbb nyíregyházi edzőteremben így várják a sportolni vágyókat az újranyitás után.
A Nyíregyházi televízió híradóját látták. Szombaton heti hír összefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Megköszönöm egész heti figyelmüket, legyen szép a hétvégéjük, viszontlátás!